1942 tavaszának végére Japán és Amerika holdpontra jutott. Japánnak sürgősen győzelmet kellett aratnia, különben térdre kényszeríti a hatalmas tartalékokkal rendelkező Egyesült Államok. Május közepén elérkezett a cselekvés ideje. Az amerikai kódfeltörők egy újabb japán támadást jelentettek. A támadás célpontja a Csendes-óceánon lévő AF célpont lesz. Az amerikaiaknak azonban fogalmuk sem volt, mi lehet a titokzatos AF célpont. Lehet, hogy a Hawaii közelében fekvő Midway-sziget az, ami tökéletes kiindulópont a Pearl Harborban állomáshozó amerikai flotta lerohanására? Az amerikai kódfeltörő részleg egy remek ötlettel állt elő, hogy kiderítsék. A Midway-i légibázist arra utasították, hogy küldjön egy rejtjelzés nélküli jelentést arról, hogy problémák merültek fel a sziget vízdesztillációjával. Szinte azonnal a kódfeltörő részleg elfogott egy japán jelzést arról, hogy az AF célpont vízellátási gondokkal küzd. Chester Nimitz admirális most már pontosan tudta, hol fog lecsapni az ellenség. A japán terv jellemzően igen összetett volt. A Csendes-óceán északi részén található Aleut-szigetek elleni elterelő támadással megosztják az amerikai haditengerészet figyelmét. Ez idő alatt a megszálló sereg elfoglalja a Midway-szigeteket. Az amerikaiakat ezzel arra kényszerítenék, hogy nagy sietve készítsék fel szállító erejüket, hogy visszafoglalják a szigetet. Ott a hatalmas japán flotta, amely 4 repülőgép anyahajót is felvonultat, megsemmisítő vereséget mérne rájuk. Egy éven belül ez volt a második japán kísérlet arra, hogy kisöpörjék az amerikai haditengerészetet a Csendes-óceánról. Miután megneszelték a tervet, az amerikai anyahajók kihajóztak és olyan pozíciót vettek fel, ahonnan meglephetik a japánokat. Június 3-án a japán csapatok megindították a várt támadást az Aleut-szigetek ellen. Nimitz nem válaszolt. Aztán másnap kora reggel a japán fősereg anyahajói megindították első légitámadásukat a Midway-sziget ellen, hogy megtörjék a védelmet. Az amerikai vadászgépek útjukat állták. A többségük Brewster Buffalo típusú gép volt, amiket könnyedén leszettek a sokkal agilisebb japán Zero vadászgépek. De a japán támadás lelepeződött, és Midway védelme nem tört meg. A japán parancsnoknak, Chuichi Nagumo admirálisnak nehéz döntést kellett hoznia. Néhány vadászgépet tartalékban tartott olyan fegyverzettel, amely hajótámadásra volt alkalmas arra az esetre, ha feltűnne az amerikai flotta. Vajon elrendelje most ennek a tartaléknak a mozgósítását, amely torpedókkal és páncéltörőbombákkal volt felszerelve, hogy egy fegyverzett csere után gyújtóbombákkal és nagy robbanó erejű bombákkal csatlakozzon a Midway elleni támadás második hullámához? Így védtelenné válna az amerikai flottával szemben. De számolt ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolta, megéri kockáztatni. Majd amikor az újrafegyverzés még folyamatban volt, rossz híreket kapott. Feltűnt az amerikai flotta. De vajon a főhadtest, az anyahajókból álló egység, vagy kisebb jelentőségű hajók egy csoportja?
Nagumo azon gondolkozott, vajon folytassa-e a Midway elleni második hullám felkészítését, vagy ismét rendeljen el fegyverzett cserét és támadjon az amerikai hajókra. Nagumo úgy döntött, hogy kockáztat. Folytatja a Midway elleni támadást. Abban bízott, hogy amikor bombázói visszatérnek, még mindig lesz elég ideje újra fegyverezni őket az amerikai hadihajók ellen. Az amerikai bombázók két egysége megtámadta a japán anyahajókat. Az amerikai gépek támadását nem hangolták össze, így a japán Zero vadászgépek nagy pusztítást vittek végbe a lassú Devastatorok között. Aztán megkapta a felderítő repülőgépek újabb jelentését. Az amerikai hajók között valóban vannak anyahajók. Nagumónak újra döntenie kellett. A vadászgépeinek feltöltése csak a felénél tartott, de az amerikai repülőgép anyahajók jelentősebb célpontnak ígérkeztek. Újra kockáztatott. Elrendelte, hogy ismét cseréljék le a fegyverzetet és támadják meg a hajókat. De erre az időre hajói védtelenné váltak. Szinte azonnal rájuk támadt az amerikai légierő bombázóinak újabb hulláma. De az öreg és lassú gépekből álló köteléknek nem volt háttértámogatása. Ahogy a japán flotta közelébe értek, hamar lelőtték őket. Egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Nagumo taktikája kifizetődik. Aztán, amíg vadászgépeit ismét feltöltötték, és az amerikai anyahajók elleni támadásra készültek, elhagyta őket a szerencse. Amerikai zuhanóbombázók nagy magasságban láthatatlanul föléjük repültek, és onnan támadtak a hajóira. Mindez teljes meglepetésként érte a japánokat. Nagumo túl sokat kockáztatott, és az amerikai légierő most ennek köszönhette sikerét. Az amerikai zuhanóbombázók 5 perc alatt lángoló roncsokká változtatták a japánok 3 legnagyobb repülőgép anyahajóját. Később mind elsüllyedt. A negyedik anyahajó a Hiryu esőfüggönybe burkolózva megmenekült, és aznap délután elkeseredett ellentámadást indított. Az amerikai Yorktown anyahajó súlyosan megsérült. Néhány nappal később japán tengeralattjáróról kilőtt torpedó süllyesztette el. De a japán ellentámadás kérész életűnek bizonyult. Aznap késő délután a Hiryut szintén találat érte és lángokba borult. Néhány óra alatt a japánok tengeri fölénye szerte foszlott. A Midway elleni támadás nem érte el célját. Japán pedig elvesztette legjobb anyahajóit és összesen 332 vadászgépét. Valamint legalább 2000 tengerész halt meg.